Na sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, és a mai videóban a síhák hetedik és nyolcadik részéről fogunk beszélni, és van miről beszélni. A hetedik rész egy érdekes rész volt, ha bár számomra néha unalmas volt egy kicsit, és ez a rész igazából Jennek a problémáiról szól, igazából a férfi problémáiról szól. Elmegy Jen Blonskynak a telkére, ugyanis azt érzékelte az a kis cucc, ami Blonszkinak a lábán van, hogy átalakult förtelemmé, és eljön ide, kiderül, nincs semmi probléma, viszont Jenny itt ragad, mert az idézőjeles szuperhősök, akik itt vannak, megrongálják az autóját. Jenny ugye arról a problémáiról beszél, legfőképp, sőt, mondhatni, hogy teljesen erről a problémáiról beszél, hogy ugye ott van neki Josh, vagy hát mondhatjuk, hogy már csak volt neki Josh, akit megszeretett, volt vele egy kis kufircocska, de Josh ugye nem ír neki vissza, és nem is keresi őt, de a résznek a végén kiderül, hogy csak miért kellett neki Jen. Na és a rész végén kiderül, hogy ugye Josh rossz fiú, ugyanis megszerezte Jennifernek a vérét, és csak ezért kellett neki Jennifer, hogy megszerezze a vérét, és valószínűleg Josh is Hulk király csapatához, vagy csoportjához tartozik, akik ugye el akarják Jennifer tenni a lába alól akik itt voltak szuperhősök, idézőjelesen szuperhősök, szerintem viccesek voltak, ha bár nem egy kicsit cringe volt, nekem személy szerint a sündisznó a legjobban, de viszont egészen addig, amíg nem vette le azt a maszkot, mert hát nem gondoltam arra, hogy egy ilyen hajléktalan fogott lapulni a maszk mögött, mindenre gondoltam, de erre nem. Viszont a jelmeze szerintem nagyon kreatív volt, és én úgy, úgy vettem észre, hogy kaptunk egy kis utalást a pengére is. Ugyanis volt egy fekete színész, aki egy vámpírnak hitte, vagy képzelte magát, és ugye pengét is egy fekete színész alakította, és vámpírokra vadászott szóval lehet, hogy egy kis kikacsintás volt ez a pengére. És ez a rész után akkor térünk át a nyolcadik részre. A nyolcadik rész szerintem nagyon-nagyon jó volt, ez volt a sorozat eddigi legjobb része. Végre volt egy jó harc, pedig nem tartott sokáig, kettő harcot is kaphattunk egyébként, de jó volt, végre jó volt. Egyébként, amikor vong és Jennifer harcolt azok ellen, a pár démonok ellen, az is jó volt, de azért ez sokkal-sokkal jobb volt. És azt vettem észre ennél a résznél, hogy néha lehetett érezni, hogy kicsit komolyabb hangvételű is lehetne ez a sorozat, de Jen vagy valaki más elpoénkodja, pedig egyébként szerintem lehet jobban állt, ennek a résznek egyébként jobban állt, hogy nem volt mindig vicces, természetesen nem ment át másik műfajba, ugyanúgy maradt a vígjátéknál, de én úgy érzem, és úgy gondolom, hogy jót tett, hogy pár pillanatig, pár jelenetig Kicsit komolyabb hangvételt is érzékelhettünk. És amire mindenki várt, végre feltűnt a várva várt szuperhős, a béka ember baszki. Annyira jó volt, nem egyébként, szerintem nem volt jó. A jelmeze jó volt, meg hogy egy békának adja ki magát, vagyis hát békának költözik, és ő olyan a szuperhős ruhája, de nem sok vizet zavart. Természetesen ő egy ilyen egyrészes kis főgonosz volt, is, nem volt egyébként nagy kaland, viszont aki viszont nagy kaland volt, az Derdevil, ugyanis végre, végre feltűnt Derdevil, és ők intézték el egyébként Béka embert, Derdevil és Amazon, és óriási volt, nagyon-nagyon jó. Imádom Charlie Coxot, de igazából nem ismerem Charlie Coxnak a többi filmét, csak a Derdevil sorozatot, úgyhogy nem tudok mit mondani, de Derdevilleként valami hihetetlenül jó, én nagyon-nagyon szeretem, és ugye akkor jelent meg először ebben a részben, amikor volt a per békaember Jennifer kontra Luke és Derdevil, és ugye még nem tudtuk, hogy ki lesz Luke-nak az ügyvédje, ugye Luke csinálta Jennifernek a ruháját. Szóval Luke ott ült egyedül, a másik oldalt pedig Jennifer és békaember, és bejött, besétált Matt Murdock, és nem hittem el, hogy végre basszus láthattuk, Annyit húzták ezt a karaktert, hogy a megjelenési idejét, de végre láthattuk, és féltem attól, hogy a kilencedik részben fogjuk megkapni az utolsóban. Én személy szerint behoztam volna előbb, de minden esetre nem vagyok tehetetlen, örülök neki, hogy végre berakták a sorozatba, és erre vártam egyébként most a sorozat eleje óta, hiába Amazonról szól, de mindenki erre várt szerintem, hogy végre lássuk derdevi és egyébként én azt mondom, hogy brutálisan jól néz ki. Az elején számomra fura volt, meg nyilván kaptunk líkeket is, és tudtuk, hogy benne lesz ebben a sorozatban, és tudtuk, hogy milyen ruhája lesz. És amikor én néztem, mondom, baszki, nehogy már így nézzen ki, ilyen sárga gúnyába, hát hagyjuk már. Nekem nem tetszett, de viszont annyira megszoktam, és nem tudom, most már tetszik, nagyon jól áll neki ez a ruha. Természetesen először fura volt, ugye nem a megszokott piros, vagy vörös ruhájában láthattuk, de nagyon faszán néz szerintem ki. A fenegyerek és az Amazon közötti harc is szerintem nagyon jó volt. Igaz, hogy ugye nem tartott olyan sokáig, és Jennifer mondhatjuk, hogy le is győzte egy ilyen ütéssel, ami ugye hanghullámokat, nem tudom is, a hanghullámokkal fogalmam sincs, de ugye Matt Murdock vak, és a hallása alapján tudja beazonosítani a dolgokat, és ugye neki ez nem jelentett jót, így kicsit legyengült, a földre került, és ugye Jennifer levette róla a maszkot, és akkor kiderült, hogy Derdevil nem más, mint Matt Murdock, de nyilván ezt mindenki tudta, és egyébként utána elindulnak a béka ember ellen harcolni, mert Derdaville elmondja, hogy békaember a rossz fiú az se volt egyébként rossz jelenet. és ö, én azt tudom mondani, vagyis mondhatjuk azt, Jennifer és Matt kapcsolatára, hogy ez egy szerelem első látásra, és én szerintem össze fognak jönni, és együtt lesznek, és biztos vagyok benne, hogy nem csak egy, egy éjszakás kaland volt, és ezekre is kaptunk utalásokat, hogy ők fognak flörtölgetni, meg akár lesz így más is, és tudjuk, hogy lett más is, Jennifer itt is kufír szólt egyet, jó tette egyébként, és remélem, hogy még fogjuk őket látni együtt, és nem lesz semmi az közöttük, de hát a Marvel ki tudja, hogy mi lesz, ugyebár. Jen az egyik jelenetben utalt arra, hogy Red Hulk is, azaz a vörös hák is feltűnhet. Ha jól emlékszem, úgy utalt rá, hogy, hogy ez még csak a nyolcadik rész, és valami kimaradt, vagy nem tudom, mit mondott, és hogy az utolsó részben lesz egy új hág? ha jól emlékszem, ezt mondta, és vagy vörös lesz, vagy olyan, amire senki sem számít, és nagyon vicces, vagy gáz lesz. És az évad záróra is ezt mondta egyébként, hogy brutális lesz, és nagyon látványos. Nyilván ezt ugye a négy fal közötti értelemben mondta, ugye nekünk nézőknek. Nekem ez a formátum még mindig nem tetszik, ez a, hogy a nézőkhöz beszél, de igazából már megszoktam, és nem tart sokáig, úgyhogy annyira nem volt nagy probléma ezzel. Minden esetre kíváncsian várom, és egy nagyon nagy kihagyott zicser lenne, hogyha Red Hulk nem tűnne föl, hogyha már egy hákos sorozatról beszélünk, akkor tűnjön már föl ő is basszus. Úgyhogy én reménykedem benne, hogy ő is fel fog tűnni, és akkor lehetne egy újabb tagja a tandorbolcnak. A rész végés izgalmas volt, ugyanis Gent elkapják a zsaruk, mert a Galenon részt ugye nyert egy díjat a legjobb női ügyvédként, de ami a lényeg, hogy a nagy kivetítőt feltörték, azok, akik ugye el akarják kapni Gent és eltenni lábalól, és megpróbálták Gent lejáratni, és ez én úgy vettem le, hogy lehet, hogy sikerült nekik, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mi lesz ebből, mit fognak kihozni, és remélem, hogy azért kiderül, hogy ki az a hákrálya az utolsó részben, vagy hogy miért akarják őt eltenni lábalól. Úgyhogy még mindig vannak lezártan kérdések. És ennyi lett volna az a videós, srácok, írjátok le kommentben, hogy nektek hogy tetszett a nyolcadik rész, illetve a hetedik. Én a biztos vagyok benne, hogy a nyolcadik az sok embernek tetszett, viszont like a videót, iratkozzatok fel, és legközelebb találkozunk. Szevasztok!